Sói Közéleti Magazin. Hírek, aktualitások. Hát nagyon örülök, hogy itt lehetünk. Mi az útirány.hu és a Sói Község önkormányzata között immáron 5 éves kapcsolatról beszélhetünk. Az első közéleti magazinunk az, aminek kapcsán most mi találkoztunk, és nagyon köszönjük a csatlakozást és a támogatását az önkormányzatnak. Hogy látod, mi ezzel a cél? Kicsit puskáztam, mert már megnéztem egy felvételt, amit forgattatok egy másik településsel, és igen jónak találtam azt, hogy még jobban ismerjék meg a településünket itt a régióban, a környéken, a más településeken élők, illetve a polgármesterek, akiket nem ismerek, mert nem tartoznak a mi választókerületünkbe, és az is lehet, hogy a későbbiekben egymás ötleteit ellesve, megtanulva, még jobban tudunk majd fejlődni. Ez a polgármesterség hogy kezdődött? Igen. Hogy lett a pilótából polgármester? Hát nem egyszerű. Egy 4 éves külszolgálatról jöttünk haza, mert a feleségem is katona, és egy NATO-beosztást kapott Belgiumba, amikor megkeresett egy jó barátom, nyugodjon békébe, a Gőbölös Gyula, 7 cikluson keresztül volt testületi tag, és mondta, hogy hát jöjjek már a kultúrházba, mert van egy szerveződés a civilek showért, szerveződés, és hallgassam meg, hogy mikről beszélnek, mit szeretnének a faluba, mindenféleképpen változás, pozitív változást szerettek volna. Hát igazából 2013-ban így kezdődött, hogy beültem a közéjük, voltunk vagy 30-35-en, sokakat még nem is ismertem, mert a 4 év alatt költöztek a településre, és nagyon értelmes dolgokat mondtak, közösségi szervezéseket, közösségi programokat szerettek volna megvalósítani. Ez amúgy annyira jól sikerült, hogy az elődöm idejében az utolsó falunapot már azért 85-90%-ban mi szerveztük. Következtek a választások, és azt szerették volna, ha a polgármester jelölt, meg illetve a testületi tag jelöltek is, innen is indulnának ebből a szerveződésből. Közben azért kezdtünk újra visszaszokni 4 év után, és jeleztem, hogy akkor szívesen indulnék a civilek sóért szerződés polgármester jelöltjeként, illetve 4 testületi tag is, pontosabban testületi tag jelölt is, így velem együtt 5-en indultunk, és láss csodát, mi lettünk 5-en az önkormányzat, testületi tagja, illetve a polgármester. Szóval ez így kezdődött 2013 tavaszán. Voltak-e akkor olyan álmaid, terveid, vagy a képviselőtestettel együtt, amelyek akkor még úgy tűntek, hogy hát ez nehéz vállaljuk a fejszínket? Sajnos nagyon sok széthúzás volt a megválasztásom előtti időszakban, illetve a megválasztás követően is. Ilyen klikkesedések, kis csoportok voltak, utogattak egymásra, egymás hátam mögött nem szép dolgokat mondtak. Hát, ha nem is 100%-ban, de azt kell mondanom, hogy több mint 90%-ban ez megszűnt. És ez nagyon-nagyon jó érzés, mert így tud fejlődni a falu, ha nincs valami visszaható dolog, ami ezt a szekeret nem engedi abba a bizonyos irányba, a fejlődés irányába. Így van. Mivel sikerült ezt elérni? Hogy látod? Megtanultam én is, hogy az idősekkel kellene kialakítanom egy jobb kapcsolatot, ami amúgy sikerült is, koromból eredően is. Örülök, hogy elmondhatom azt, hogy elkezdődött egy olyan kezdeményezés a részükről, hogy látják azt, hogy itt a falu központ
egy kicsit azért megtépázott, akár csak pályázatok után még nincs rá helyreállítás, vagy esetleg több a fű, mint a dolgos kéz, vagy a virágos kertekkel van probléma, és saját kezdeményezésükre 5-6 hétfőnként összeállnak, és önzetlenül, természetesen ingyen a falu fejlődése érdekében társadalmi munkát végeznek. Sokszor megköszöntem már nekik, de nem elégszer, én nem is köszönöm még egyszer, hogy ennyire lelkesek, és a településünk fejlődés érdekében ezt a munkát végzik. Rendszeresen járok a összejöveteleikre, amúgy a településen ők a legaktívabbak, körülbelül 65-en vannak. Elfelejtettem, de a jegyző. Szóval körülbelül 65 fős a csoportjuk, pontosan nem tudom, de nagyon aktívak, rendszeresen találkoznak, pingpongoznak, darcoznak, kint a sportpályán főzőcskéznek. Persze ők is most megijedtek, mert azért ez a pandémia elsősorban a idősebbekre, kronikus megbetegedésben lévőkre jobban hat, és most mindenki kicsit újra visszahúzódott a házikójába. A szülőhely hogy kapcsolódik a településhez? Igen, köszönöm a kérdést, mert én megígértem, nagyon kevés dolgot ígértem meg az úgynevezett kampány alatt 2013-ban, de többek között azt megígértem, hogy mindent el fogok követni azért, hogy a szőlőhegyen ez az úgynevezett rendkívüli helyzet, ez az elhagyatottság, ez megváltozzon, és úgy érzem, hogy akár pályázatokkal, vagy a személyes kapcsolattartással változott is, hiszen a szőlőhegy Sólynak egy égköve kell, hogy legyen. Oda nagyon sokan ellátogatnak, 24 településről vannak a különböző parcelláknak tulajdonosai, és azért ez sokat számít. Sikerült most már egy utat kivéve, Murvás utat kivéve, bormentes utakat építeni, pályázati lehetőségeket kihasználva. Születi felvonulásokat szerveztünk, és mindig kivittük a szőlőhegyre a megnyitót, és onnan jöttünk be a településre. 18 állandó lakosunk volt elmúlt évben a szőlőhegyen, de azért úgy képzeljétek el, hogy ez a nyári időszakban több mint 300 embert jelent, akik kiköltöznek, ott élnek. És rájuk kell azért figyelnünk, a személyszállítástól kezdve ott is vannak hirdetőtáblák, már sikerült postaládákat is oda kitelepítenünk. Hát azért híres a falunapotok, ami az idejében is sikeresen megszerveződött és lezajlott. Igen, rossz nyelvek azt mondják, hogy a falu nagy része már tud tájfutni, hiszen én 45 éve már igazolt versenyző vagyok a Veszprém Honvédnál, és akár csak, hogyha azt nézem a Sói 10 próba a falunapon, aminek az első próbája a labirintus, ahol tájékozódási pontokat kell megkeresni minél rövidebb idő alatt, de egyéb más olyan sportrendezvények is vannak a 10 próbában, ami igazából nem kerül sok pénzbe, de élvezik a helyi lakosok, és azért minden évben összegyűlt 14-15 csapat. Egyre idézőjebben híresebb ez a Sói 10 próba a falunapon belül, és a környező településekről is jönnek. Dunaújvárosból is már kétszer jöttek, az idén a pandémia miatt nem tudtak jönni, de a környező településekről is, most is a Vajmáskéri csapat, ők nyerték meg a főzőversenyt, szóval nagyon odafigyelek arra, hogy tiszta legyen maga a verseny, semmilyen bunda ne legyen benne, és de ettől függetlenül már mi is nyertünk, mert szeretek főzni, de mindig a legjobbak szokták elhozni a
legnagyobb kupát. A másik fontos eseményetek, amely már ugye évek óta tart, ez a szilveszteri futás. Ez honnan jött ez az ötlet? Jelmezes szilveszteri futás. Igen, hát megint csak a magából a sport szeretetéből, ugye a futás, a tájfutás, és hát ez most már nem is tudom, talán 7. éves lesz, és legelőször 36-an voltak a résztvevők, minden évben ahányadik év lesz, magyarul 2022-ben, 2022. évben 2022 métert kell majd futni. Általában a vasútállomástól indulunk, le van mérve egy futóprogrammal egy kör, és ide a kultúrházhoz érkeznek be az indulók, és 167-en voltak tavaly előtt, tavaly nem tudtuk megrendezni a versenyt, most már egészen messziről is jönnek, meghirdetjük, marketing, illetve engem is ismernek egy többen, és a hívószóra jönnek, és remélem az idén meg tudjuk tartani, és 200 fő fölött lesz a résztvevőknek a száma. Községi önkormányzat minden szervezet programját lemondott 2021. december 31-ig, legalábbis az árterült, de tervezzük vagy a sói kivilágított kis buszunkkal, vagy lovas kocsival, majd a függvényében annak, hogy lesz-e hó vagy nem, kereken lesz vagy szántalpa, de már a Mikulásnak elküldtük a meghívót, vissza is igazolta, hogy tud jönni, és ugye hát a pandémia alatt próbáljuk megoldani, hogy szerkesztettünk már egy időgrafikon, hogy a Mikulás melyik utcába mikor fog érkezni december 5-én este. És megkérjük a gyerekeket, illetve a szülőket, tarisznyákat, kiszsákokat tegyenek ki, és tavaly emlékszem rá, hogy a Mikulás nagyon örül, megkapott ajándékba, a tarisznyákban voltak akár narancs, dobozos sör, csoki, és nagyon örült neki. Tudom azt, hogy valami kis pici apró pozitívumot, ha adunk az embereknek, akkor ezzel akár egy ilyen borús kedély állapotból átmehetnek a pozitív irányba. És ez a célunk. A tavalyi évről még eszembe jutott, hogy nálatok is járt a Veszprémi Petőfi Színház. Ennek milyen sikere volt? A Veszprémi Petőfi Színház nálunk kétszer is járt. Igen, igen, hát az igazgató úrnak, illetve az előadóknak, színészeknek nagy hála és köszönet. Több helyszínen, több utcába is megálltak, pontosabban három helyszínen, és a hangfalakat úgy állították be a szakemberek, mondhatni az utcán végig harsugott a fellépők, illetve azért engedélyezett volt, hogy egymástól távol, a szabadba, aki úgy gondolta, az jöjjön ki, és nézze élőbe, de azért megjegyzem, sikerült úgy megszerveznünk, hogy aki rákapcsolódott az útirányra, az élőbe is láthatta egy az egybe a Petőfi Színház fellépőt. Mindezek mellett azért vannak egyéb teendők is Sólyban, községben. Gondolok itt akár pályázatokra. Bele kellett tanulnunk a pályázatírásba, mert pályázatíró céget nem tudunk foglalkoztatni, így magunk írjuk a pályázatokat. Egyszer a kormányhivatal az államkincstárban, mikor már nem tudom, 5.-6. hiánypótlást vittem be, akkor azt mondták ott a hölgyek, hogy polgármester úr, ez most már tökéletes, ebben semmi hiba nincs. A település lakói azt látják, hogy van új temetőkerítésünk, új járdánk, most van az egész falut átívelő járda, a játszótérnek a kellékei már le vannak rakva, csak sajnos rossz idő miatt most már a kiépítés egy kicsit várott magára. Az egészségházunk napellenes
3 millió forint értékben műszerek, új műszerek, akár újraélesztő gép. Beltéri új útjaink vannak, állítólag az Erdőalja utcának a útja, a Vesztőn megy egyik legjobb útja, nagyon jó sikerült. Köszönet is a kivitelezőknek. És terveink is vannak, további terveink. Szeretnénk 7 önkormányzati összközművesített telket kialakítani a Magyar Falu pályázatán keresztül, és akkor egy kis pénzhez szűknánk, mert már most el tudnánk adni ezeket a telkeket. És hogyha pénzünk van, akkor pedig távolabbi terveinket is meg tudjuk valósítani. Nagyon nagy terv a sportpályának a korszerűsítése. Egy több funkciós sportpályát szeretnénk egy ligettel együtt, és a ligetet a helyi lakosok fásítanák, mert függetlenül attól, hogy hány éves a született gyereke az illetőnek, legyen az pont most született, vagy legyen az 20 éves, ha úgy gondolja a szülő, hogy az ő tiszteletére egy önkormányzat által felajánlott fát elültet, és azt gondozza, akkor ebből szeretnénk egy ligetet megvalósítani. Ugye igazából mi valamikor 2015 után kezdtünk, 2016-ban kezdtünk el sikeresen pályázni. Első pályázatom az a Sói kis busz volt. Akkor 10.200.000 forintba került ez a kis busz, és pont egy naptári évre rá, 2015. október 13-án vehettem át a Ford Service-ből. Ugye nagy részt hagymáskérre járnak a gyerekeink iskolába, óvodába, és hát nagy segítség a szülőknek, hogy alkalmazunk egy helyi lakost, aki reggelente, ha szükséges, 2 fordulóval, és délután pedig 4 órakor szintén megy, és összeszedi a kicsiket. A szociális támogatási lehetőség milyen itt az önkormányzat részéről? Igen, ugye a pályázatok során sikeresen pályáztunk szociális tűzifára 22 erdei köbméterre, és így a kolléganőmhöz, Szondához jönnek is a kérelmekkel, és akkor valahogy így évvége környékén szórólapon, ami minden postaládába bekerül, tájékoztatom a lakosságot, hogy lehetőség van rendkívüli segélyre, fűtés támogatásra, karácsonyi csomagra, akkor a szociális tűzifára, nem tudom, mondtam már a fűtés támogatást, és akkor sorba jönnek, kérik a megfelelő igénylapokat, kitöltik, vagy bedobják a postaládába, vagy a Szandának leadják személyesen, és most a következő testületi ülésen fogunk dönteni. Jó dolgunk van, mert a közös hivatalban az ügyintéző ezeket már megvizsgálja, összehasonlítja a szociális rendeletünkkel, és mi már csak azt kapjuk meg tőle, hogy az adott igénylő jogosult, vagy nem jogosult. Milyen százalékban szokták ezeket elnyerni? Igen, mivel szociális kérelemről van szó, onnan kezdve, aki jogosult rá, annak már adni kell. Itt már csak az összegről van szó. Hát ugye van egy nagy kalapunk, és akkor a testület már itt csak azt az összeget, amit az adott naptári évben látunk, hogy szociális támogatásként odaadható, akkor a nagy kalapból azt a pénzt, az összes pénzt kiosztjuk, értelemszerűen a bírálatoknak, illetve a szociális helyzettől függően.
Azt azért látom, hogy több állami pályázatokhoz, kezdeményezésekhez kapcsolódtak, mint például a Busa, Hungarika, ugye, ezeket miért tartott fontosnak, hogy csatlakozzatok? Hát a Busa, Hungarika az szívem csücske, mert ugye a felsőoktatási tanintézményben tanuló fiatalok részesülhetnek ebben a támogatásban, és azért írjuk alá, hogy természetesen szükség van ugye kőművesre, villanyszerelőre, festőre, de szükség van amúgy olyan szakirányú, felsőfokú végzettséggel rendelkezőkre is, akik esetleg itt is maradnak a településen, mert nincs messze Veszprém, nincs messze Várpalota, és akkor ezért csak a településünk tudnak segíteni a megszerzett tudásukkal. Tudsz-e olyan embert mondani, aki soly büszkeség, aki elszármazott és mondjuk híresebb lett? Jó. Hát hirtelen egy személy jut eszembe, biztos vannak többen is, meg majd kapok is a idősebb korosztálytól, hogy hát ez sem jutott eszébe a polgármester úrnak, vagy az sem. De hát itt van nálunk a kis Ramona színésznő, aki bejelentett állandó lakosként van nyilvántartva Solyba. Ő egyik hírességünk. És képviselteti is magát, mindig ellátogatta. Így van. Az esemény. Minden nagyobb falusi rendezvényen, nem feltétlenül csak a falunapon, de így van, képviselteti magát. 2015-ben és 2016-ban önzetlenül elvállalta a falunapunkon a teljes falunapnak a háziasszonyi szerepét, celebrálta le, nagy sikere is volt, és igazából soha nem felejtem el, több mint 35 fokos melegben mikrofonnal a kezében járta a csapatokat, csinálta az interjúkat, szóval köszönjük így távolból is neki. Amikor mi itt járunk a ti rendezvényeiteken, tehát azt látjuk, hogy minden korosztály, tényleg a fiatalok is, hogyha kell, akkor bármiben ilyen egy kalákában vagytok. Talán ez az összefogás, illetve ez a siker annak is köszönhető, hogy a testületünkben minden korosztályt képviselünk. És így a testületi tagok meg tudják mozgatni akár a fiatalokat, akár a középkorosztályt, vagy az idősebb korosztályt, és így egy tényleg egy látványos összefogás, aminek az az eredménye a további fejlődés. Bármerre is vagyok az országban, úgy érzem mindig, hogy jó ide hazatérni. Ezt kívánom, hogy őrizzétek nagyon sokáig, mert ez hatalmas szeretetet tükröz kifele. Köszönjük, hogy beszélhettünk. 2 hónap múlva találkozunk újra. Köszönjük, Timo. Rendben van, várlak benneteket. Köszönjük szépen.